Ok. Hare Krishna. Elmondjunk először a szokásos mantránkat, utána beszélgessünk. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Gratulálok a szolnoki csapatot. Egyre több avatott bakta van. Akkor most hányan kapták idén avatást? Ketten. Ketten. Nagyon jó. Akkor most már hány avatott van szolnokon? Kettő, négy, hat, nyolc. Hát sikerül, mint az egész szolnoki csapatnak. És vannak elfogadott tanítványaink. Na, hányan? Haribó! Nagyon jó. Igen, ezért gondoltam, hogy kicsit erről fogok beszélni, hogy a lelki tanítómester és a tanítványok kapcsolata fontossága, ugyanakkor itt vannak a Brigitta meg a Móni, akkor így fogok beszélni, hogy nektek is érthető legyen. Jó? Nem fogunk bonyolítani nagyon szanszkrittal dolgokat. És ez egy fontos téma, mert az anyagi világnak az életünket nem tudjuk mi sose megoldani. Mert egyik után jön a másik. Egyik kisebb bajnak tűnik, a másik nagy bajnak tűnik. A harmadik, ami jön, akkor a második már nem volt olyan nagy baj, most már ez a nagy baj, a harmadik. A negyedik, mikor jön, akkor hát a harmadik még nem volt annyira ez a negyedik, már nagy baj. És akkor így megy az élet. És azok, akik intelligensek, ők keresnek valami más megoldást, más alternatíva utat a saját életből. És először ember gondolja, hogy hát mikor iskolát befejezi, akkor mindenki tudja, hogy én biztos tudom, hogy hogy kell boldog lenni, mert színusz, kaszínusz, tang és katang, és ez nekem bizonyíték, hogy én már tudok boldogságot. Főleg ez miatt már tudom, mit jelent egy kapcsolati, hogy kell családot alapítani. Ez minden iskolában megkaptam, főleg amikor kémiai vegyi reakciókat tanultam, az volt a legfontosabb, ami nekem minden nap fontos, hogy amikor főzök otthon, akkor nagyon fontos tudni, hogy milyen reakciója lépnek a dolgok egymással. És akkor így neki kezd, mindenki optimista. Menjétek ki, keresitek meg egy egyetemet befejező fiatalt, ő nagyon optimista. Az ő a világ. Ő mindjárt meghódítja mindenkit, és majd megmutatja mindenkinek, hogy kell boldog, sikeres lenni. Aztán sikeresen kiábrándul az egészből, és beáll a sorba.
Utána jön a koronavírus, utána már minden forgatókönyv szerint fog történni. És az intelligensek ezek között, akik kipróbáltak ezeket a pár lépcsőfokot, rájönnek, hogy nem tudja, hogy mi az élet titka, hogy kell megoldani, hogy ő nem tud kifejteni, hogy most mi a jó, mi a rossz. Mert egy szempontból ez a jó, morális elveket követni, mert vannak különböző embertípusok. Vannak amorális materialisták, akik azt mondják, egyszer élünk, semmi nem számít, élvezd, facsar ki az életből, amennyit csak tudsz. Mindegy, hogyha valaki ettől fáj valamit, kit érdekel, lényeg, hogy neked jó. Ez amorális. Van morális materialisták, akik gondolja, nem kell szépen erkölcs minden csinálni. És utána vannak azok, akik rájönnek, hogy még hogyha morális, akkor is nem lehet elkerülni a szenvedést. Mert van is egy ilyen pszichológia, védikus, ahol mondják, te csak legyen egy úriember, kövess minden erkölcsi elveket, kötelességeket, mindenféle ilyen, nem lelki, hanem ilyen áldozatokat, különbözőt, és akkor mindegy, van Isten, vagy nincs Isten, van karma, akkor ott már tudják, hogy van karma, és hogyha te olyan cselekvést végzel, ami semlegesíti a rossz karmát, és jó karmát csinálsz, akkor te tudsz sikeres és boldog lenni. Úgy hívják, hogyha kicsit tudományi nyelven mondjuk, ezt a filozófiát úgy hívják, hogy karma mimamsa. Akik azt gondolják, hogy a cselekvés, a karma a lényeg. A rituáli, az áldozat. De ha így lett volna, akkor az működött volna, akkor most erről prédikálnék. De az sem működik. Mert ember mindig hibákat fog elkövetni. És előbb-utóbb szenvedés lesz. Ebben a világban az intelligensek azok, akik tudják, hogy bármit csinálok, akkor is szenvedek. Mert általában úgy van, csinál ember amorális dolgokat, elkezd szenvedni, utána rájön, vagy olvas a könyvet, hogy igen, hát nem szabad csinálni ilyeneket, akkor rögtön gyógyász lesz belőle, természetgyógyász. Mindenkinek jót akarok. Ingyen, minden. És mindenkinek jó fog akarni, próbál csinálni, de észrevesz, hogy szenvedés az akkor is jön. És Arjuna pont ezt csináltam Bhagavad Gita-ban. Mondta, hogy ő mindent tud. Ő még kicsit többet tudott, mint mi, mert ő nem magyarországi általános iskolába járt, hanem ő védikus tudományt tanult, és ő nagyon sok mindent tudott, karmáról, sok a finomabb dolgokról, kapcsolatokról, szóval mindent tudott. De rájött, hogy még az se elég neki. És utána mondta, hogy nekem kell valaki, aki erre tanítsa. Szóval a intelligenciának a csúcsa ott van, amikor ember megérti, hogy ő nem érti. Kell valaki, aki segítsen. Az azt jelenti, hogy már csúcson. Ameddig még valaki mondja, tudom, akkor még fog menni egy pár kört. Ameddig nem, rájön, hogy nem tudom. Nem tudom magyarul beszélni. Akkor, és Arjuna meg is mutatta gyorsan, egy első fejezet alatt megvalósította ezt. Valakinek több élet kell, és akkor rájött, hogy én nem tudom. Karpánya dosa pahataszpaváva, hogy én hibákkal vagyok tele, és bárhogyan én érvelek, minden érre van ellenérv, cáfoló érv. És végül eltévedek ebbe a spekulációba, labirintusba.
És utána Krishna, és akkor mondta Krishna, akkor legyen az én lelki tanító mesterem, mert csak úgy tudok, hogy van valami hiteles forrás, ami hibától mentes, akkor az engem tud segíteni. És lelki tanító mester, meg Isten, ők nagyon finom, kifinomoltak, és ők sose fognak erőltetni, sose fognak kioktatni valakit. Te mit csinálsz, nem így kell. Ők hagynak mindenkit a szabad akaratára, és ugyanúgy, amikor Arjuna ezt mondta Krishnának, akkor Krishna mondta, ne, nem kell, hát nem, én ki, én nem tudok téged tanítani. Te úgyis most meséltél, ezt tudsz, azt tudod, te mindent tudsz. Menj, ott vannak más lelki tanító mesterek, menj oda, keresd meg. Nem, nem, csak te. Szóval Krishna nem akarta rögtön kapni, na, akarsz, akkor tanítom, hanem nem, nekem nem fontos. És mikor Arjuna kifejezte, hogy neki fontos, hogy ő tanítson, mert ő tudta, hogy ő hibától mentes, akkor, na, akkor Krishna mondta neki. Na látod, azt mondja, pragyávadám se basase. A socsan, anna socsasztvám. Hogy igen, te akkor tanítvány, a lelki tanító mesternek nekem rá kell erősíteni, és mondta, igen, tényleg nem tudsz semmit. Mert most beszéltél pragyávadám se basase, te olyan szép szavakat beszéltél, idéztél innen, idéztél onnan, hivatkoztál a bölcsekre, amikor meséltél. De hogyha te ilyen okos vagy, akkor miért szenvedsz? Szóval rámutatta neki, hogy tud valaki, az azt jelenti, hogy boldog. Mert tudás boldogat teszi az embert. Szóval, szóval tudni a szanszkrit szóval vidya, ez a tudás, a gyök, ez a vid, oroszul is vid, látni. Vigyic, ugye? Vigyic oroszul, és ez szanszkrit szótól ered. Ez azt jelenti tudni, látni. Szóval aki tud, az lát. Akkor az lát lelkeket, lát karmát, lát anyagi energiának, hogy működnek a kötörök, jóság, szenvedék, tudatlanság. Ez mind ez a tudás. Ez azt jelenti, aki lát, aki tud, megvalósított, ő sose nincs zavarba. Zavarba, prajena pájusa, ebbe a korba, kalau, ebbe a korszakba, kali jugába, manda sumanda mato manda bangya uparita. Azért, mivel emberek nem rendelkeznek lelki látással, mindenki zavarodott. A zavarodottság ez azt jelenti, hogy nekem nincs tudásom. Akkor garantált. Szóval anyagi világ legjobb, hogy mondjuk, márka. Mert ő vállalja a garanciát. Hogyha neked nem lesz lelki tudásod, a lelki energia garanciát ad, ha zavarodott leszel. Az 100%. Jobb esetben nem kell menni pszichiáterhez, rosszabb esetben már oda is kell menni. De ott se segítenek. Szóval ez normális. Manda sumanda matajo, manda bangyo parita, prajana apájus. És mivel zavarodott, akkor hibákat követi el, rövidíti az életet. Srimad Bhagavatam 12-ének mondja, hogy ebbe a korba, Kali Yugába, már most is közeledik. Amúgy az elején volt írva, hogy 120 év élethoz, most írja, hogy amúgy 50-re fog menni, utána majd 30-ra fog lemenni. Miért? Mert zavarodottság. És ez a zavarodottság, ez testet teljesen leépíti. És mértékben. Majd egyszer tartok egy ilyen leckét, hogy hogyan kapcsolódik az érzelmenk, a szívünk, mert szív irányítja az agyat, a szívnek van saját, az már tudósok is rájöttek, vagy eredményezték a kutatásba, hogy a szív teljesen függetlenül működik az agytól, saját agya van neki, és
általában 90%-ban, ami kommunikáción van agy és szív között, ez a szív adja az agynak, és 10% ez csak feedback az agytól. Szóval agy teljesen nem befolyásol a szívet, nulla. Csak szív vagy agyat. És érzelmek befolyásolják a szívet, kinek volt szorongás. Igen, ez nőknek a sokszor problémája. Amikor negatív élmények jönnek, érzelmek, akkor a tudat összezsugorodik. A szív is összezsugorodik, és akkor általában mondjak, nem férek be itt. Kevés levegőt, nem szorongás. Igen. És akkor képzeljétek el, ettől ez a szív, és utána ez jön az agyba, és utána agy építi le az egész szervezetet. Ez egy kis kitérés pszichoszomatikus filozófiára. Erről majd egyszer elmesélek, mert nagyon érdekes. De és ez minden csak egy dolog miatt van, nem tudjunk, kik vagyunk mi. Nincsen vid, nincsen látás. És ha intelligensek, itt mindenki, aki itt van, mindenki intelligens, másképp nem jöttetek volna ide. Itt van Gornita, itt van Srila Prabhupád, itt van a többi bakták, amikor intelligens ember jön baktákhoz. Ő ezt tudja, és akkor ő akarja a tudást. És a tudás három dologból áll. Te lélek vagy, nem vagy ez a test. Ez azt jelenti, hogy nem tartozol ehhez a világhoz. A második, hogy van Isten. Ez nagyon fontos, aki személy, Istenség legfelsőbb személyisége. És a harmadik, ez a kapcsolat Istennel, ez a bhakti, szeretet. Ez a legfontosabb. És mikor ez bizonyos gyakorlatok által lélek megvalósítja, akkor tökéletesen boldog lesz. Svargalpa Varganara Kes Apitulata Darsana. Mindegy, hol van. Jó helyzetben van, rossz helyzetben van. Általában, amikor valaki lelki dolgokkal találkozik, gyakorlattal, akkor azt várja, hogy megváltozzon a körülmény. Mert neki megmondják, hát azért rossz helyzetbe kerültél, mert rossz a karmát. Gyakorolja a lelki gyakorlatot, meg ez tisztítja a karmát, és akkor majd ember gondolja, na akkor megváltozik a rossz körülmény. De ez a külsősége a gyakorlatnak. De sokkal jobb a mély dolog, amikor mindegy körülmény milyen változott, én belül megváltozok, nem a körülmény kell változzon. Mert amikor én belül megváltozok, akkor a körülmény nem, nincs hatása rám. De hogyha én gyakorolok, és lehet, hogy tényleg megváltozik a körülmény hatására, de holnap után újra változik a rosszra. Itt sose lesz stabil, ebben a világban kilátom már stabilat valamit. Ami a koronavírus is elmúlik, higgyitek el, még az se lesz stabil. Ami biztos, az halál. Az biztos, az garantált ez is. A zavarodottság, halál, betegségek, öregedés, ez ennek a világnak a garancia. Hogyha valaki csalódott benne, be lehet perelni. Istennek írjátok egy pert, hogy be vagyunk csapva, ígérték nekünk öregedés, betegség, halált, nincs. Teljesen kibuktam. Nem kell aggódnunk, ez be lesz tartva. Mindig. Igen, és akkor a megoldás, hogy miért kell lelki tanítómester. Most megbeszélünk egy kicsit, miért kell, utána megbeszélünk, ki a lelki tanítómester. Ki lehet, ki nem lehet. Ahogy magyaráznak a szentek, az acsárják, Rupa Goswami, Visvana Chakravarti Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, hogy a lelki gyakorlatnak egy a lényege, hogy megkapjunk
a lelki tanítómestertől a baktit, ez az Isten irányi szeretetnek a magját. Ez a minden összes embernek a univerzumban az életnek az értelme, megkapni magját. És ezt a baktit, ezt a Isten szeretet, iránti szeretet magját, azt csak kaphatunk attól, akinek a szívébe van. Bárkitől nem tudjunk kapni. Hogyha mi kikeresünk interneten nagyon kiszínezett, tele talizmánokkal, gyűrűkkel, nem tudom milyenekkel, jantrákkal, gyertyákkal, mert minden misztikus dolgokkal embert, nem biztos, hogy ő tudna adni nekünk baktit. Lehet, hogy meggyőzően néz ki, de nem biztos, mert csak akkor attól, akinek van bakti. És ez lelki tanítómester. Miért? Mert a lelki tanítómester, ő Krisnának a kedves szolgája. De ő is megkapta a baktit a saját lelki tanítómestertől. És ezért ő viszi, mondja, lelki tanítómesternek szívébe ott van Krisna. Ő ezt viszi, és akkor ezt tud adni. Mi ez? Kicsit vizsgáljuk, mi ez a bakti, mi ez a mi szintünkön. Mert Isten irányi szeretet, ez nagyon-nagyon magas dolog. De a mi szintünkön ez mit jelent, hogy én megkaptam-e, vagy nem kaptam meg a Isten irányi szeretetnek a magját? A mi szintünkön ez az íz. Mert amikor kapok ezt a magot, akkor ezzel együtt van aki íz lelki gyakorlatra, hogy nekem nagyon tetszik, és én érzem elégedettséget, boldogságot, erőt, kilátás van az életemben, és így tovább. Ez az azt jelenti, hogy én kapom a baktit. De akkor ki a lelki tanítómester? Ki tudok kapni? Valamilyen szinten mindenkitől, aki mondjuk gyakorol Krisna tudatot. De arány az más. Például van egy ember, aki mondjuk itt van először a programon, itt van a Móni, és holnap valakivel találkozik, és akkor megmondja, figyelj ide, énekeld Hare Krishnát, és légy boldog. És lehet, hogy az az ember elkezd gyakorolni Krisna tudatot. Hiteles volt a Móni. Hiteles. Mert ő nem találta ki ezt, ő átadta, hogy ezt tanulta, hallotta, olvasta, akkor ez átadta. Akkor ez működik, és akkor ő hiteles lelki tanítómester. De persze akkor látozott meddig, amennyi neki fejlett szintje van, annyi tud adni másoknak. De, és ez így jó is, mert Úr Csitány azt mondta, hogy mindenki legyen lelki tanítómester, meg a Tamás is, mindenki. Mindenki tud elmondani másoknak, nem vagy ez a test. Lelki tanítómester az azt jelenti, hogy én ezen a szinten, hogy én mondom azt, amit tanultam, amit hallottam. Amikor én spekulálok, kitalálom, akkor én már sarlatán vagyok. Amikor átadom azt, amit hallottam, amit olvastam, akkor én hiteles vagyok. Ez jó. És akkor átadom másoknak. És akkor nagyon sok ember így valakivel találkozott. Én nem ismertem a baktákat, sose nem is láttam, hogy léteznek. Nekem nem mondták Hare Krishna, valaki énekel, de hasonló volt, csak átadtak egy könyvet. Ez ugyanúgy, most ő mesélt nekem valamit, úgy abból a könyvből, hogy adta nekem könyvet, és akkor hopsz, behozták a csőbe, itt vagyok. És még az a hölgy, ez egy ismerősömnek az anyukája, nem is gyakorolta, de már közbejárult ahhoz, hogy én itt vagyok.
És akkor egy szempontból ő a lelki tanítómesterem. Igen, mert ő által jöttöttem. Viszont ő már nem tud nekem adni mélyebb tudást. Én csak el tudta indítani. Szóval ugyanúgy, hogyha mi valamilyen szinten gyakorlók vagyunk, akkor másoknak tudjunk korlátozottan segíteni. És jó, mert valakit tényleg el tudjuk indítani ezen az úton. És ez, aki elindítja valakit, hogy hívják? Vatma Pradaksak a guru. Igen, hogy ez a guru, akivel először, aki által megismertettem Krishna tudat gyakorlatot. Az jó, az nagyon jó. És akkor utána megy tovább. Van akkor, aki a szívnek a mélysége, hát általában úgy számol, hogy az, aki van mondjuk több gyakorló, van, aki gyakorol, neki még nincs lelki tanítómestere, ennek már van lelki tanítómestere. Akkor ez a személy ott nála kicsit mélyebb már van. Ő többet tud adni, mint az, akinek még nincsen lelki tanítómestere. Az a mélység, mert ők már mélyebben érti. Mert valaki, lehet, hogy ő még nem is keresi. Mert egy darabik ember még nem keresi, csak így próbálkozik. De aki már megkereste és már találta, még lehet, hogy nincs avatás, de már van lelki tanítómestere, ő, az ő a potencia segíteni mélyebb. Ő mélyebben tud hatni másoknak. És utána, amikor már avatás van, az még mélyebben, akkor a második avatás még, és ott már, hogy aki mennyire szánta életét a saját lelki tanítómesternek, annyira jobban tud segíteni másoknak. Mert van sok avatott, hogy mondják, bahukati, több ezer is lehet avatott, de nem mindenki egyforma. Mindig, aki jobban megértette saját gurunak az elméjét, és azt mondja, aki megérti gurunak az elmét, akkor ő jobban elfogadja a missziót. Mert Srila Prabhupád azt mondja a Srimad Bhagavatamba, a lelki életnek a titka, az megérteni lelki tanítómesternek a vágyát, és az ő vágyát a saját élet missziónak tenni. Na, ilyen személy még jobban tud hatás lenni, még mélyebben tud segíteni másoknak, tud vezetni, elvinni a karmát, tud tovább. De aki avató lelki tanítómester még, aki már elvállalta, hogy az én életem szolgálni a mindenkit azáltal, hogy segíteni lelki úton menni, mert lelki tanítómester, ez egy szolga. Ez nem guru, nem, hogy guru mondjunk, de ez nem az az úr, aki mindenkit próbál kihasználni, és akkor ez már nem az, hanem a igazi, ő úgy érzi, hogy én szolgálom, hogy közelebb jöjjenek a tanítványok a Krishnahoz, és akit megbízta a lelki tanítómestere, akkor ő teljes mértékben át tud adni már a lelki energiát. Ugye, mert Krishnának van kettő energia, van a szvarupaság, ez a lelki energiája, amit csak lelki tanítómester láncolat keresztül jön, és van kripasakti, ez az együttérző, hogy ahhoz, hogy minket megmentsen, ahhoz lelki tanítómesternek van egy leegyüttérzés. Ő nagyon fájdalmas neki látni, hogy szenvednek a mások. Jézus Krisztusban is ez nagyon tökéletesen volt megnyilvánulva, hogy annyira együttérző volt, hogy amikor még keresztre feszítették, még akkor is értük, imádkozott, mert tudta, hogy hát ők szenvednek, mert nem tudnak, mit tesznek. Ez a kripasakti. És minél jobban valaki elfogadja a lelki tanítómesternek a missziót, annál jobban tud segíteni.
Nekünk is fontos tudni, mert mi megyünk, mindig egymással társulunk, és mi tudjunk egymásnak segíteni. És ez jó. De nekünk jó látni különbséget is. Ez nem probléma, mert mi nem vagyunk úgynevezett májavádik, hogy minden ugyanaz, mindenki ugyanilyen, és akkor mindenkihez megyek, mindenki ugyanúgy tud segíteni. Nem igaz. Nem igaz. Mindenki jó, mindenki tart a saját szinten, de azok, akik tovább már mentek, úgy mondjuk, hogy nem bántsunk senki, hogy fejlettebb, meg kevésbé fejlettebb, aki már tovább mentek, azok tudnak többet segíteni, és fontos látnunk nekünk különbségeket, mert de ezzel nem szabad, van egy probléma sokszor, amikor pont valaki elkezd gyakorolni, akkor egy idő múlva csinál egy hibát. Ő látja, igen, itt van a lelkitanító mester, meg még valaki, ők igen, a többieket már itt semmibe veszek. Na, itt nagy hiba. Nem. Különbséget kell látni, de nagyon kell tisztelni, mert mindenki tud segíteni nekünk. Már hogyha mi együtt vagyunk, mi már egymásnak is segítünk, de mondjuk felébreszteni Isten irányi szeretetet, az csak guru tud. A mélyebb lelki élményeket, az csak minél valaki fejlettebb, érettebb, annál jobban tud nekünk ebbe segíteni. De ahhoz, hogy én ezt elkapjam, meg tudja kapni, nekem kell tudatomat egy kicsit formatálni. Egy kicsit kell alakítgatni. És mikor mi egymás között vagyunk, azért nagyon fontos egymás között lenni, és kérni egymásnak segítségét, mert tudjuk egymásnak segíteni, mert mi segítünk egymásnak kicsit alakítani a tudatunkon. Szóval ezért nem jó, amikor valaki gondol, ugyanaz, minden nem kell, mi itt együtt, mi mindenki ugyanúgy tud segíteni, ez nem egészséges gondolat. Az se egészséges, amikor csak a guru szólnak, akik engem nem érdekelnek. Ez elesett banda. Az se jó. Nagyon fontos így, és látni, hogy van lelki tanító mester. Szóval ez az egyensúly. Amúgy Krisna tudat, amikor itt anyagi világban nekünk mondanak orvosok, hogy kettős látás van, ez egy probléma, nem? Akkor kell bifokális szemüveg, amikor kettős látás van. Ha a szemtenge ferdülés, asztigmatizmus, mit mondja még nektek? Glaukoma. Tudok ilyen csúnya szavakat. És akkor ez nem jó, vissza kell állítani cilinder szemüveg, hogy ne legyen kettes látás. De lelki szemszögből fontos legyen kettes látásunk. Miért? Mert meg kell tanulnunk, látnunk anyagot és a lelket. Ez egyszerre kettőt. Nem jó, például, hogy, és hol a hiba, valamikor valaki találkozik ilyen lelki dolgokkal, akkor elkezd hanyagolni a testet. Elhanyagol a testet, teljesen beteg lesz, lépül, és lehet valamikor nyomorék lesz. Mert ő lélek, nem érdekel a test. És akkor szenved, utána úgy is fog jönni vissza a testi tudatba, amikor beteg lesz, mert test kényszeríteni fog. Ezért kell testet kell vigyázni, és lelket kell táplálni, lelki gyakorlattal. Ez egy kettes látás. Akkor ez azt jelenti, hogy igen, én tudok fejlődni ebbe a közösségbe, de kell lelki tanítómester, aki vezessen engem tovább. Ez a kettes kell. Nem szabad, vagy nekem elég csak ez, az se tökéletes látás, vagy nekem csak guru, nekem nem kell barátok, bakták a közösség. Az is hiba. Azért Krisna tudat azért tökéletes, mert itt van mindig ez az egyensúly. És szóval itt nem kell kimászni a bőrből, elfajtani magát. Mit mondja Krisna?
Nem lehet jógi, aki túl sokat eszik, vagy túl keveset eszik, aki túl sokat alszik, attól keveset alszik. Ez egyensúly. Mindenkinek más. Valakinek elég 5 órát aladni, valakinek 8 órát. Neki ez az egyensúly, neki az az egyensúly. Valakinek elég havonta egyszer enni, valaki óránként egyszer enni elég. Hogyha neki ez az egyensúly. Szóval ez egy ilyen. És ez egy fontos. Hogy lelki tanítómester. És akkor mi a viszonyuk? Akkor egy kicsit, akkor beszéltünk, hogy ahhoz, hogy kimenjünk innen anyagi világból, kell egy lelki tanítómester. Akkor megbeszéltünk röviden, hogy ki a lelki tanítómester. Ja, még lehet, hogy még mondjuk, hogy van többféle. Milyen, Csaba, milyen lelki tanítómesterek vannak? Igen, az, aki első, igen. Siksaguru. Az általános, az a mindenki gyakorlatilag, és aztán az Ugamba van a csoport, és aztán a Diksaguru. És a Diksaguru, igen. Igen, szóval van, Diksa az azt jelenti, hogy aki avatást ad, aki adja transzcendentális látás, Diva, Gyan. Ő, most nem akarok túl menni már ebbe az egészbe, Sambandha Gyan, Madana Mahan, ebben nem megyünk bele, de ő vonz a Krishnához. És utána van Siksaguru, ez azok a lelki tanítómesterek, akik gyakorlatban minket segítenek na hétköznap, amikor hívnak a Málinit. Jaj, Málini Mataji, tudod, hogy az út nem csúszik, de azért én szétcsúsztam. Mit csinálják? És akkor Málini mondja, hát figyelj, mondd meg Nrisimha mantrát, Hare Krishna mantrát, akkor több kört dzsapázzál, olvasva a Prabhupád könyvet, ja, Siksaguru, ő mondja, mit kell hétköznap csinálni. Szóval amikor egymásnak segítenek. Szóval ezért, és ez egy fontos, hogy van egy ilyen lelki tanítómester. És a avató lelki tanítómester csak egy lehet, de ilyen tanácsadó, vagy segítő, gyakorlat, aki gyakorlatban tréner, így is lehet mondani, edző, ez Siksaguru, ez az edző, abban lehet több. Igen, ez egy fontos. És akkor mik a viszonyok? Először elmesélek egy, ahol voltam most nyáron, és utána elmondom a védikus variációt. Voltunk most egy szigeten, Horvátországban, Brács. Mondom Brács, mint a lelki világnak a neve, Brács. Egy sziget, és elmentünk ott, nagyon ilyen eldugott hely, szóval így felmentünk a hegyekre, és utána a hegyek között ilyen kacskaringós, kavicsos utokon 2,5 kilométer, vagy nem tudom mennyit, mentünk, vagy teljesen eldugott helyre, kijövünk oda, hatalmas, gyönyörű, szép kőépítmény van, kolostor. És ez a kolostor, ez úgy kezdődött, hogy amikor a Horvátországban voltak törökök, 600 év, kb. 1600-as körülbelül, vagy 1500-as évek, akkor három pap mondta, na, akkor mi most nem hódoljuk meg nekik, mi akarunk gyakorolni a saját lelki gyakorlatot, és elmenekültök erre a szigetre, és ott még elbújták, hogy ott tud éhező, nem lehet találni. Ilyen helyen, ahol voltak, azt nem lehet őket találni. Ilyen, hogy hihetetlen, hogy így, tudjátok, ilyen hegyek körülötted vannak, és csak ilyen résbe mész így. Hát nem annyira pici rés, azért nagy, de nagyon, nagyon szép, csodálatos hely. És ott találtak egy barlangot, és akkor ott elkezdtek élni. 300 év alatt felépítették gyönyörű szép kolostort, kőből. Nagyon-nagyon jól nézett ki. És akkor voltak ott 30 dolgozó, akik szintén gondolták, hát mi gömövesek vagyunk, mi nem
tudjunk, nem értjünk a lelki gyakorlatba, de mi viszont tudjunk segíteni ezeknek a szenteknek, mert látszódott azon a helyen, hogy ezek a papok, azok jók voltak, jó gyakorlók voltak, tiszták voltak. És akkor ők 30 ember ott dolgozott, és akkor ott a kőből kiépítették 300 év alatt csodálatos kolostort, nagyon jó néz ki. Nem akkora nagy hatalmas, de eléggé normális. Úgyhogy nem lehet oda semmi szállítani autóval. Hát helikopter akkor még nem volt, sajnos. Nem tudták, drón pláne. És minden ott kellett, nem tudom, faragni. Felépítették, és képzeltek el, és akkor ezek a papok eléggé okosak voltak, intelligensek, szóval látszik, hogy így jó műveltek is voltak, mert valaki írta ilyen naplót, ott van le, van írva napló, minden, szóval nagyon jó volt, és kiépítették egy osztályt, iskolát. Hát lehet, hogy olyan, mint ez a szoba. És három faluból gyerekek jártak oda tanulni, és ez a három pap tanított gyerekeket. Nem volt pénzük, forgalom, semmi. A gyerekek, amikor jöttek, akkor fát hozták mindig oda. Mert ott a tűz sose halott ki a konyhába. És akkor ők mindig hoztak a fát magukkal. Aztán utána már más dolgokat csinálták, de lényeg a lényeg, hogy szent emberek, ők taníthatják is gyerekeket, ez egy jó dolog. És a védikus írás is azt mondja, amikor tanítvány, az a régi időkre, nem a mai napra, amikor tanítvány megy a guruhoz, akkor vigyen magával fát. Fát, igen. Teljesen hiteles volt az az egész kolostor. Amikor ezt hallottam, mondom, na hát ez, ahogy a Védában van írva. Igen, hát fontos, ez is fontos, hogy valamikor van ez a hiba, hogy csak a krisnások lehetnek szentek, nem. Aki őszintén Istenbe hisz, és akkor neki lehet egy kapcsolat, ott lehetett látni, hogy hát, hogy elbújva, az semmi nincs. A nők nem voltak ott egyáltalán, nem jártak kolostorba. Szóval cölibátusban éltek. Erre már kell egy lelki íz, mert csak úgy nem lehet. 33 férfi. Szóval így nagyon jó csinálták. Ja, és a temetés, megmutatták a temetőt, hogy a tóról, mert minden, de minden sziklán van. És így sziklába, ilyen négyzetben ki van így vésve valahogy luk. És amikor valaki meghalt, akkor betekerték anyagba, és így állva, így lengettek, és akkor egymás mellett így temették. Papukat, munkásokat egy sírba. Így temették el. Ha már eltértünk erre, mindjárt visszatérünk a lelki tanítómesterre, ami érdekes volt, hogy hogyan élték meg, mert azért valahogy élni is kell, nem csak imádkozni, nem ki már látta, hogy csak imádkozni. Lehet, de ez nagyon szentnek kell lenni. Pénzforgalomot nem akarták semmiképpen, hanem mézet csinálták, és a kaptárok kőből voltak, azt kifaragni. Kaptárok voltak, volt méz, olívaolajot préselték, és volt gyapjú. És ezt mindig cserélték. Szóval pénzt nem fogadtak el, hanem cseréltek ennivalóra, amire szükség van, és akkor így ilyen, és nagyon stabil volt ebből szempontból a gazdagsági rendszer nekik. És érdekes, hogy Srila Prabhupada azt mondja, hogy ha Isten van előtérbe, akkor nincs hiány az életben, akkor a gazdagsági rendszer be fog állni. És látszódott, hogy így jó éltek. És őket tiszteltek, mert mindig valamit kaptak Európából, Angliából. Például volt egy zongora, de ez a nagy zongora, nem ez a kis piána, hanem ez a... Igen? Hogy? A hangverseny. A Rajal Paruszki. Magyarul nem is tudnak, hogy
hangversenyszor. Jó. 400 kiló, és nem lehet autóval semmivel, kézzel kellett behozni itt a sziklák között. Beszállították. Igen. Szóval ez a vissza, akkor térve a viszonyokhoz, a lelki tanítomester és a tanítvány, hogy mert valamikor esik egy ilyen hiba, hogy a tanítvány várja, hogy lelki tanítomester felhívjon, vagy elmenjen hozzá, hozza neki fát. Az nem helyes. Ugyanúgy, mint amikor mi megyünk egyetemre, akkor nem hozzánk jönnek vizsgázni, hanem mi megyünk vizsgázni az egyetemre. A lelki tanítomesterrel, és az a viszony, hogy, hogy mindig tanítványnak kell keresni, és tanulni, hallani. Van ez a szép vers, ami elfelejtettem, hogy egy intelligens tanítvány, amikor hall valami lelki tanítomestertől, rögtön ki akarja ezt próbálni, úgy, ahogy hallotta, meg akarja győződni gyakorlatba, fú, ez tényleg így működ, na, akkor én is akarok így megcsinálni, és akkor próbálok. Ez egy fontos, ez is egy kapcsolathoz tartozik. És akkor lelki tanítomester, ő mindig látja a tanítványnak a érettségét, mert ahhoz, hogy ez a bhakti, Isten irányi szeretet teljes mértékben nálunk aktív legyen, hogy boldogságnak korlátjai legyenek törölve, ahhoz nekünk egy bizonyos karmától tiszta kell, hogy legyünk. Mondjuk lelkileg érett kell, hogy legyen valaki. És ezért lelki tanítomester mindig vezeti tanítványát, adja különböző tanácsokat, segítséget, gyakorlatokat, hogy tisztuljon meg a tudatja a karmától, anartáktól, mondjuk így, a rossz beidőzítésektől. Jól mondtam? Na, azoktól. És amikor már látja, hogy amikor képesített, akkor megadja neki Isten irányi szeretetet. És az legfontosabb elv, ez a hit a lelki tanítomesterben, hogy lelki tanítomester, Srila Prabhupát magyarázza, hogy lelki tanítomester, Krishna képviselő, és ő nem hibázik. Ő tökéletes. És akkor vannak olyan emberek, akik kritizálnak lelki tanítomestereket. És valakik, amikor valaki írták, a nagy tudós szanszkritok, mondja nekünk, ami egyik lelki tanítomesterünk, Srila Prabhupát, ott van a Murti. És mondta, hát akkor a Srila Prabhupát ő egyik mantrában, ami nektek leírta, a hibázott. És akkor aki materialista felfogás, akkor mondja, a Prabhupát hibázott, tudtam, nem tökéletes. Na ez nagy hiba. Mert a igazság az, hogy olyanok szintű, mint a Srila Prabhupát, ő Krishnának a szívéhez nagyon közel áll. És ezért, hogyha ő hibázik, Krishnának ez tetszik. És ezért nem hibázik. Mint a kisgyerek. Az anyukának a gyereke a legjobb gyereke a világon. Még hogyha rossz, akkor is tetszik anyukának. És még jobban szereti. Így van? Nekem anyukám mindig mesélt rólam, hogy jó, hogyan élte meg. És mikor rosszolkodtam, az volt a csúcs neki volt. Akkor mondta, akkor elolvadt a szívem, olyan csodálatos voltál. Szóval ugyanúgy Krishnának a lelki tanítomester, mert lelki tanítomester, ez nem lelki tanítomester, ez a Krishnának a baktája. Aki nagy szeretettel megolvasztotta Krishnának a szívét. És hogyha ő hibásan mond valamit, Krishna elfogad. Elfogadja, és ezért már nem hiba.
ez egy nagyon fontos, hogyha mi ebbe szilárdok vagyunk, ebbe meggyőződésbe, akkor a mi lelki életünk biztonságban lesz. Hogyha kezdjünk, ez most így. Szóval anyagi természettel nem szabad látni lelki tanítómestert. Kell mind a kettő. Mert lehet hibázni. Na látod, ő is eszik. Hát, hogyha lelki szinten van, lélek nem éhes. Akkor lehet így gondolni. És akkor, mikor látszunk, hogy eszik lelki tanítómester, mondja, na akkor ugyanolyan ember, mint mindenki. Az nagy hiba. Neki is van testje, és testnek kell lenni. Vagy lélek nem fáradt. Guru alszik? Az már nem igazi guru. Guru nem alszik. Ki vagy te, hogy így gondol? Gurunak van testje, és ezért kell látni, hogy ő tudat, lelki energia. A test is lelki energia, de anyagi törvényeken működik a test. És ezért fontos. Beteg is tud lenni gurunak a testje. Miért nem? Ez normál. Szóval ez a kettes látás megint. Látni, hogy guru azt a lelki aspektusot visz, ahol, ami senki más nem tud adni nekem, de van neki anyagi aspektus a test. Kell pihentetni, kell entetni. Ez egy tiszta dolog. Mert egyszer volt, mikor Srila Prabhupád, kettő ilyen történet volt velem. Egyik alkalommal jött a TV műsor, és akkor felvették riport, mindent, és akkor elmentek. És akkor egyik tanítvány mondja, Srila Prabhupád, az akkor az igaz, hogy guru tökéletes? Igen, guru tökéletes, sose hibázik. És semmi. Hát akkor nem tudom, mit akarsz mondani? Azt mondja, hát amikor interjúztál, akkor fordítva volt, begombolva. És akkor, hát, ha tökéletes vagy, akkor nem mondom neked, hogy hiba. Azt mondja, de ez nem hiba. De miért nem mondtál? Ez az a hiba, hogy de nem mondtál, hogy ez most meg kell, nem láttam. A guru ez nem minden lát, minden. Képzeljétek el, mert van most nemrég Sivarama Maharaj is beszélt lelki tanítómesterről, és ott neki mondták, hogy guru minden tud. Azt mondja, hogyha nem tud minden, akkor lehet, hogy nem jó guru. És azt mondja, de ez nincs sehol írva ilyen. Se Bhagavad Gita, sehol, hogy gurunak minden kell tudni. Képzeljétek el, ti mindent tudtok minden pillanatban. Hát ez pszichiátria eset. Nem? Hát most képzeljétek el, hogy halljátok, ki mit gondol, mindent tudjátok. Hát nem lehet létezni. Azért guru nem. És akkor mondta, hogy na ez volt a hiba, hogy nem szóltál. Mert akkor most fognak mondani, hát itt van ez a szép mozgalom, de a lelkitanító mesterük nem tud gombolni. És akkor hírták és újra felvették dolgokat. Szóval ez pont, hogy vannak olyan dolgok, amit lehet mondani, de ez nem jelenti, hogy hiba. Mert Krishna minden pillanatban elégedett lelki tanítómesterrel. Vagy máskor megint egy tanítványa mondja, Srila Prabhupád, akkor guru sose hibázik? És akkor Srila Prabhupád mondta, sose hibázik. De akkor hogyan ezt értsek meg, ő editált könyveket, hogy én egész nap nem csinálok más, mint az én gurumnak, a Prabhupádról, egész nap csak hibákat javítom a könyvekbe. És akkor mondja a Srila Prabhupád, nem, mert Krisnának ez tetszik. Ez fontos, hogy Krisnának ez tetszik. És bármit, annyira közel, annyira érzékeny, baktára, a lelkitanító mestere Krishna, hogy minden. Mint a kisgyerek megint, amikor kisgyerek otthon hazajövünk, szülők, és akkor sütött nekünk egy sütét, leégett a süté, meg tiszta korom, meg sót rakta cukrot helyett. Ezt megeszünk, mert tudjuk, az olyan szeretetet csinálta, és annyira elolvad a szívünk a gyerektől teljesen. És akkor mondja, ez tökéletes. Miért? Mert ez a szeretet, amivel ő csinálta anyának, ez az ártatlansággal, az tökéletes volt ez a felajánlás. Nincs hiba. Ugyanúgy lelkitanítómester, ő ártatlan, mint egy gyerek. Nincs hiba. Bármit csinál, az csak
a boldogságot okoz mindenkinek, főleg Istennek. Ezért ő nem hibázik. Így kell látni. Az nem Superman, aki innen leugrik, így repül, mindenkit kimenti, arra, biztorolja, és akkor onnan, jabadubadu. Magyarul, subidubidu. Az bohóc, az nem lelkítődítő mester. Elindultam. Most megállom. Mint csak 55 percet beszélek, az így jó. Vannak esetleg kérdések, hogy még egyszer lehet, hogy összefogom, hogy igen, van különböző szinten lelki tanítómesterek, és fontos nekünk, mindenki tud segíteni, nekünk mindenki tud lenni lelki tanítómester, de nem mindenki egyforma, minden mélyebb a Krisna tudata, annál jobban tud nekünk adni lelki energiát, hogy fejlődjünk. És ezért nekünk a hétköznap, és mindig kell törekedni egymással, minél többet társulni, nagyon fontos, mert mi egymást tudjunk segíteni, de ugyanakkor mindig kell nagyon törekedni, társulni lelki tanítómesterrel, Srila Prabhupáddal, Krisna völgyi idős fejlett baktákkal, ez nagyon fontos nekünk. Akkor mi tudjunk nagyon jól fejlődni. Igen. Oké, vannak esetleg kérdések. Az avató lelki tanítómester kiválasztásánál, mi kell, hogy legyen a vezérlő el? Mi irányítsa a személyt, hogy most mi alapján választja, hogy ő legyen az én avató lelki tanítómesterem? Nézzük meg, több személy több hogyan lát, több szemszögből. Érzelmi ember csak a érzések. Ó, jó érzés, amikor látom. Úgy érzem, hogy jó érzés. A művész mondja, ó, milyen jó szépen öltözik. Akkor ő a guru. A harmadik, milyen jó énekel és zenél. Ó, az biztos, hogy lelki tanítómesterem. A harmadik, milyen jó tud mosolyogni. Így, mint ő nem tud mosolyogni, senki, ezért ő az én gurum. Mert mikor látom, a fényképen mindig mosolyog. Szóval vannak ilyen kritériumok, így is lehet. De legfontosabb, a Srila Prabhupád azt mondja, le kell tesztelni. Ez azt jelenti, nekünk először meg kell tanulni, hogy ki a lelki tanítómester. Srila Sivarama Maharaj azt mondja, ez a mi felelősségünk, hogy mi tudjunk, hogy nem tudjunk, mi alapján lássunk, akkor ez a mi felelősségünk. És mi alapján? Hát van, lehet látni az eredményét, hogy ő mit ért el az a saját életében. A gyümölcs, általában a fát a gyümölcsből lehet ismerni. Akkor lelki tanítómesternek a gyümölcséből, hogy ő hol tart, mit érte el, ezek fontosak, akkor nem mindig ezt tudjuk látni, mert például a Gorki Sordász Babaji Maharajnál, ott eljövünk, akkor láttunk volna, hogy egy koldos, vagy valamilyen, egy hajléktalan. Szóval nem mindig ezek láthatóak. Valamikor meg kell keresni egy bölcset, aki segítsen nekem, megmutasson, hogy kihez menjek. Mint mikor nekünk van autó probléma, akkor egy baráthoz megyünk, aki tapasztalt az autószervizekbe, és azt mondja, figyelj, abban az autószervizben nem ennyi, lehúzzák, és ugyanott maradsz. De ahhoz az autószerelőhez mennyi? Szóval ugyanúgy itt is jó, hogyha mi megkeresünk a szakértőt, aki nekünk egyenesen megmondja, hogy melyik lelki tanítómester jó. Az nekünk megsporolna az időt. Vagy, hogyha én magamtól kutatok, akkor igen, akkor nézem, hogy mennyire, hogy neki is van lelki tanítómestere, hogy legyen hiteles, akkor hát vannak több praktikus dolgok, hogy fontos, Prabhupád írja, hogy fontos
minél többet társulás legyen lehetőség. Aztán ez nem mindig mindenhol van. Ugye Srila Prabhupád saját lelki tanítómestere csak 5-ször életében társult. Valamikor olyan is van. Hogyha van lehetőség olyan lelki tanítómestert választani, akivel tudjunk több, minél többet társulni fizikailag, az egy kicsit jobb. Valamikor nem lehetséges, nem baj, így is lehet. De a fő kritérium, hogy ő legyen hiteles. És megint a hiteles, az azt jelenti, hogy ő, neki is van lelki tanító mester, és akkor ez a guru parampara láncolat. Ez a kritériumok. Igen. Kérdés ezzel kapcsolatban, mondjuk, hogy ugye Krisna völgyben elég sok hiteles lelki tanítómester megfordul, és gyakorlatilag mindegyik ugyanazt mondja, más-más formában, és mindegyik tetszik, amit egy baktának, akkor mi alapján válaszolja? Itt tudod, itt nem nagyon lehet mondani egyféle csak választ. Itt mindenki tud mondani saját kritériumot. És én tudok mondani a saját kritériumot, de nem akarok befolyásolni ezzel másoknak a véleményét. Mert mindenkinek lehet saját egyéni vélemény. Én elmondom az enyémet csak, jó? Az én véleményem, hogy jobb, hogyha olyan lelki tanítómester válaszolunk, legalább én, aki itt van Magyarországon, aki értem adta az életét ide, Magyarországra, akkor én ő missziót szolgáljak itt, és egy nyelven vele tudok beszélni, nekem nem kell inglisül sprechelni, és akkor van lehetőség számtalan személyes társulásra. Szóval ezek a tényezők nagyon mutatnak, legalább nekem, hogy az én lelki tanítómesterem ő. Nincsen nyelvakadály, az szerintem egy jel Krisnától, hogy lehet ez a te gurud? Nincsen akadály nyelve. Itt van mindig. Itt van a missziója. Itt tudsz egyenesen az ő missziót itt végezni. Sokkal könnyebb, mint másik országban. Mert lehet, hogy másik országban a lelki tanítómesternek van egy másik misszió, és nekem nehéz itt az ő missziót csinálni. Ez az én elme. Attól jó lelki tanítómester, szóval nem szabad mondani, hogy valaki rossz, és most nem arról beszélünk, hogy jó vagy rossz, hanem a praktikus szempontból. Akkor, hogy itt van, személyesen nyelvakadály nincs, és tudok vele sokat társulni személyesen. Ez nagyon, ez praktikus. Ez így érzelmek nélkül. De, bocsánat, de ettől én... Például ez a diksa, de ettől lehet más lelki tanítómesterek, akik engem intenzíven segítenek és nincsenek itt. Például így is lehet. Vagy lehet fordítva. Én elfogadom egy lelki tanítómestert, avatást mondjuk, aki kint van valahol, de akkor a Sivarama Maharajot elfogadom, mint itteni siksa guru, aki gyakorlati lelki tanítómester. Így is működhet. Szóval azért mondom, hogy nincsen csak egy irány. Csak így is. Kész. Igen. Következő kérdésem, még mindig ezzel kapcsolatban állom el, mert igen, ezek az érvek, ezek teljesen racionális érvek, amit tudjuk, hogy például a matadzsik esetében nem így működnek. Mert a matadzsiknak mindig egyszerre működik az érzelm és a racionális oldal. Tehát a prabhuk ugye meg tudják eselni, racionális, ez. Érzelmi, ez. De a matadzsiknak mindig együtt működik a kettő, és a matadzsik ugye az érzelmi viszonyulásukat nehezen tudják kikapcsolni. Akkor ők mit kezdjenek ezzel a dologgal? Mert racionálisan lehet, hogy értik, hogy igen, igen, igen. Na de. A tapasztalat most nekem kicsit más mutat. Egyre jobban a fiúknak az érzelmi nem kapcsolható ki. És a matadzsiknak eléggé jobban racionális működik. Igen. Szóval, mit mondjak a fiúknak? Mm.
Igen, ez, hát egyéni, ez nagyon fontos, ez a nagy, hogy a választás az mindig egyéni kell, hogy legyen. Lehet kérni tanácsot, de aki adja a tanácsot, ne befolyásoljon, hogy ő mit döntsen. Segíteni lehet egy kicsit, de nagyon fontos tisztelni mindenkinek a választását. Hát nem baj, hogyha Matajinak van mind a kettő, akkor az kell, hogy akkor egyik, hogy mondjuk érzelmileg, aki távol van, az szimpatikus, mint gurú, úgy gondolom, de racionálisan, aki itt van, nem baj, akkor elfogadom őt, hogy azt tőle kapom avatást, de a itteni gurútól kapok irányt. Siksa guru, ez jó, ez működik, nem probléma. Ez korrekt dolog, szívesen. Vagy fordítva, ő a diksa, az a siksa. Nekem is van siksa guru, aki Oroszországban van. Nem probléma, a diksa guru a Sivarama Szvámi, de van egy siksa guru, aki orosz szanyászi guru. Igen, siksa guru. Van más is. De nagyon fontos, hogy a siksa guru, ő együtt működik a diksa guruval. Mind nagyon fontos, hogy egy irány, egy ugyanúgy, mint a apa és anya, ők a gyereket egy irányba visznek. És akkor úgy kettő lelki tanítómester. Ugyanúgy itt is, hogyha mondjuk feltárom nektek titkokat, Máli Nimata nagyon sokszor itt beszélünk, hogy hogyan néha segítsünk, aki kér segítséget, és együtt megbeszélünk, hogy akkor hogyan tudjuk segíteni. Szóval nem olyan, hogy Sivarám Szvámi Árács egy fog mondani, Siamgyu Matsuji másokat, én harmadik, Malini negyedik, akkor tényleg zárt osztály lesz a vége. Hanem mindannyiunknak fontos a személy. És akkor, hogy ő legjobban tudjon fejlődni, akkor ezt valamikor nem kell megbeszélni, mert mindenki érti, mi a dolga, de valamikor meg kell beszélni. És akkor ugyanúgy lelki tanítómesternél is. Nagyon finom ez a cukorka. Gyömbér. Jó. Nekem is van egy kérdése, hogy te, amit a leckének a végén beszéltél, hogy a guru nem hibázik. És azt, hogy milyen szintű gurútól tudjuk, milyen szintű gurunál érvényes lesz, inkább kérdezni. Nyilván bakta, aki egy-két hetes, egy-két hónapos őre, ez nem vonatkozik. De kire vonatkozik? Amikor már hibázik, akkor egy kérdően rosszabb. Hát, még akkor is már működik, aki még nem elérte nagy szinteket. A 9. fejezetben, 30. versben, Bhagavad Gita-ban Krishna mondja, Apichet Sudaracharam. Lehet, hogy van egy bakta, aki nagy hibát követ el. Szörnyű hibát. Apichet, Sudaracharam, Duracharam, nagyon. Akkor is szentnek kell, szanta, hogy mondja? Nem, szanszkritot próbáltam. Bajotem. Szadó reva szamantavya. Szentek nem takinteni. Szóval így közölünk is, ha valaki megcsinál egy csúnya dolgot, de holnap folytatja, akkor szent. Szóval még így is. Meg Krishna megbocsátja. Nem mondja, jó, nem baj, mint az. De mikor valaki már megtisztult, akinek nincsen semmi irítsége, ez a pont. Amikor mentes az irítségtől, és másoknak a kritizálás hajlamától, attól a pillanattól bármit csinál, Krisztának örömet okoz. Na, az már az a kategória, amit kérdeztél. De előtte is mindenki, szóval itt mindennyiunk. Persze nem úgy kell, hogy én most csinálok valamit, várj,
Bhagavad Gita, én szent vagyok, ne haragudjatok, hogy itt van, rólam van szó. Szóval amikor már visszaélünk, már nem működik, de amikor valaki közöttünk csinál valamit, akkor nem szabad kritizálni. Miért? Mert ő szádó reveszemat, mert ő határozott. Ő elszánta, hogy ő akarja fejlődni. És lehet, hogy most még hibázik, de ő az a őszinte vágya, hogy én akarok, az már szent vágy. És ezért tiszteljünk őt, mert a vágy már szent. A szándék a szent, akkor már ő szent. Itt tiszta szent gyülekezet van. Válaszoltam? Köszönöm. Igen. Van. Ez azt jelenti, hogy nem kell félni egymástól kérni tanácsot. Beszélgetni egymással. Az jó. De tudjunk, hogy mi egymásnak korlátozott tudjuk segíteni, de a lelki tanítómester többet tud segíteni. Jó. Rendben. Éhesek vagytok? Misi. Milyen bolygóról beszélünk most? Nem? Nem? Jó. Van egy ismerős, és nagyon olvassa, tiszteli a Bhagavatamot, de egy-két dolog fölháborítja, vagy nem tudja úgy megérteni, és például azon akad ki, hogy például azt mondja, hogy Srila Prabhupád a nőket diszkriminálja. Mondd meg igazat! Igen, és azt mondja, hogy csekély értelműek a nők. Csekély, aha. És ez most, hogy mondjam, mondd meg egyenesen. De most ezt hogy kell érteni, hogy mikor Prabhupád ezt mondta, hogy a nők csekély értelműek? Hát... Ez tényleg így le van írva, de... Igen, ez le van. Ezt nem tudja elfogadni, és ezért így uh-huh. akár még sértésig is elmegy ebbe a dologba, hogy ezt nem tudja elfogadni, meg hogy beszélhet így egy... Szent ember a nőkről, igen. Sovinizmus. Igen. Jó. Csekély értelmezés, ez azt jelenti, hogy pont ami a Csuta Gopi Mataji mesélt, hogy van érzelmek, és van intelligencia, vagy racionális. És egyszerre mindegyik kettő aktív. És ezért nagyon sokszor egy racionális döntést nehezen hozni, mivel az érzelmek tudnak befolyásolni. Ez nem jelenti, hogy alacsonyabb. Szóval ez, hogy most csak értelmezés, értelmű vagy intelligencia, ez nem arról van szó, hogy rosszabb, alacsonyabb rendű nő, mint férfi. Hanem csak az, hogy más hogyan működik, más funkciók vannak a nőnek az életébe, és a szerep. De ugyanakkor ez nem akadály, hogy nő legyen egy szent. Hát olyan sok volt akkor a anya, Teréz anya. Szent? Szent. Akkor hogy hívják a... Mária. Ki? Mária. Szűz Mária. Igen. Igen. Akkor a bakták. Janavamata. Igen. És így tovább. Szóval ez nem zavarja meg. Szóval nagyon fontos, hogy a lelki vagy a védikus tudomány sose alacsonyítja valakit, és valakit emeli emberek között. A bűnösek az külön kategória, aki bűnt éli. Meg ott se alacsonyítja, hanem inkább szerencsétleneket mondja. És ez fontos, hogyha a nőnek nem menne egyszerre racionális és az érzelmek, akkor nem tud lenni anya. Mert apa vagy a férfinak fontos, hogy inkább legyen kikapcsolva jobban az érzelmek és intelligencia bekapcsolja, de mikor sír a gyerek, ő nem tud mit csinálni. Ő nem tud, mert érzelmének nem. Vagy hogyha kikapcsol intelligencia, akkor bepánikol, elszalad,
Vagy nem kapcsol be, azt mondja, jó, nem is ír. Hát akkor elmegyek innen. Mert nem tud mit csinálni. Az anya érzelmileg érzi gyereket, és racionálisan tudja, mit kell csinálni. És akkor így működik. De a döntés ezért nehéz hozni. Ezért kell, hogy legyen férj, aki be van kapcsolva neki az intelligenciája, aki kell, ha döntsön. Mert ő tud mentesen érzelmektől dönteni, és akkor mondja, így legyen, most úgy legyen, és akkor nő nagyon elégedett és megy. De ez nem jelent, hogy buta, mert nagy a királyok, nagy hadvezéreknek a sikerenek a 50%-a a feleségüknek köszönhető. Mert mikor még a Dasarat Maharács, ugye Ramachandranak az apukája, elment harcolni, mi történt? Kerekével. Ott Kaikeyi volt vele, ugye? És kiesett szegcsap, hogy mondjuk ez? Csapszeg. Nekem, hát hogyha innen raksz, akkor szegcsap, innen raksz, akkor csak szeg. Attól függ, hogy, hogy honnan rakták be. És akkor látta, hogy mindjárt le fog esni a kerék. És akkor újat berakta. Megmentette a harcot a férjének. Ebbe akkor nagyon sok. Hát, hogy megnézzük a Gandharit. Hát ő erősebb volt, mint a férje. Hát a férje, az Kali Yugás volt, és totál érzelmi hatás alatt volt. A felesége, ki, milyen erős kell legyen felesége, hogy a vak a férjem, akkor bekötöm egész életemre a szememet. Az milyen ereje van? És tudjátok, mi volt utána? Amikor már ott meg voltak ölve a kuruk, és ott álltak a pándók, akkor elkezdte hibáztatni Judistírt. És azt mondják, hogy így felemelte egy kicsit a kötést szemre, és amikor ránézte Judistírre a láb új hegyére, akkor elkezd füstölni. Olyan lemondás miatt olyan energiája lett. És akkor csinált ő neki pedikűrt, látál, tekintesse. Szóval nem, egyáltalán, ha valaki nem fogadja el, akkor jöjjön el, és akkor mi megmondjunk, hogy itt nem arról van szó. Hogy rosszabb. Ott volt Úr Csétányának anyukája, tiszta bakta. Szóval, a lelki világon kik a főnökök? Kik a főnökök a lelki világban? Na, hát akkor most inkább mi vagyunk diszkriminálva. Nekünk kell tüntetést csinálni. Mi ez a dolog? A lelki világban, hogy nők a főnökök. Meg Isten is nekik el van, hogy hívják, táncol nekik, ahogy ők mondják. Akkor ezt a szövegkörnyezetbe kell megvizsgálni jobban, hogy Prabhupád ezt miért mondta, vagy hát szönyeg környezet, vagy most elmagyaráztam, hogy, hogy ez az értelmezés, hogy azért, mert el van homályosodva érzelmekkel az intelligenciája, ezért mondjak csekély, mert nem tud dönteni. Ennyi az egész. Igen. De ugyanakkor hihetetlen bölcs tanácsot tud adni. Nagyon. Sok mindenben, hát gyorsabban felfogó, nagyon jobban gyorsan felfogja, mint a férfi a dolgokat. A férfi még csak elolvassa a magyarázatot, nő már egész Bhagavad Gita-t meg is értette. Sokszor. Nem probléma. Nem, szóval nincsen sose ilyen, hogy valaki jobb vagy rosszabb. Nincs diszkrimináció. Nehogy megverjenek minket. Majd utána megbeszélünk. De utána mondom az igazságot. Most csak így piárkodás volt. Mert utána, mert hogyha most igazod mondani, nem kapunk praszádat. Jó, akkor... Igen. Igen. Ez nem a guru tanítványával kapcsolatos kérdésre feltehetem? Persze. Azért úgy aktuális, mert éppen nem olyan régen elhagyta a testét Csaba.
legjobb apukája. Ezt most csak azért mondom, hogy úgy ezért merült fel ez a kérdés, hogy hogyha van egy bűnös személy, aki végül is a halála előtt van olyan szerencsés, hogy kantimálát kap a nyakába. És ugye akkor azt olvassuk az írásokban, hogy a minden bűnének a visszahatását gyakorlatilag elvész. De akkor mi tört? Mert hogy tehát nem volt ő tudatosan egy gyakorló vagy egy jó személy. Tehát mi történik azokkal a bűnökkel, amiket elkövetett? Tehát ilyen módon akkor bárki, aki olyan szerencsés, hogy kantimállában hagyja el a testét, akkor gyakorlatilag milyen jó helyzetbe kerül. Szóval, hogy mi történik azokkal a dolgokkal, amiket tett, mert hát azokat tette, azok meg mikor kapja meg az okozhatásait, vagy nem kapja meg, vagy... Vagy szóval, kikapja meg. Jó. Ez jó, ez nagyon fontos kérdés, mert mindannyian kerülünk olyan helyzetben, hogy valakit tudjunk segíteni. És akkor mondjunk, hogy van több szintű segítség, amit lehet nyújtani azoknak, akik készülnek elhagyni a testét. Az egyik, hogy legalább halljon valami Hare Krishna mantrát, akkor, hogyha valaki kap kantimálát, vagy füzérmurtikról, vagy tolászít a nyelvre, ez minden azt segíti, az nem szabadítja fel, hanem akármilyen bűnös volt, annyit csinál, hogy nem fog menni pokolba. Az biztos. És kap... Nem sose, hanem ezután nem, ez az élet után, hanem fog kapni lehetőséget újra emberi testbe folytatni lelki gyakorlatot. Mert ő is kapja, mert ugye mi nem látjuk, de amikor ő elhagyja a testét, és ott történnek szörnyű dolgok, és meg fog érteni, hogy ezek engem most segítették, és ez olyan erős szamszkár, hogy a következő életben fog keresni ezt a társaságot, és gyakorolni. Jobb, ennél még jobb, hogyha valaki tudást is ad előtte. Az is múlik azon, hogy mennyire befogadó, aki készül elhagyni a testét. Valaki maturalista semmi, nem akar hallani, főleg apja a gyerektől valamikor nem akar hallani, valamikor akar, akkor így csináljunk. De hogyha akkor érte lehet imádkozni, köröket dzsapázni, az minden segít. Mi nem tudjunk ezzel, hogy ő lelkivilágba menjen. Néha mi azt akarjuk ezt hallani, mert amikor én erről beszéltem Maharádzsal, hogy történnek a dolgok, és akkor mondja, hát néha itt, amikor tőlem kérdeznék, hogy na, Maharádzs, akkor felszabadod? És néha azt mondja, nem igazat mondom, hanem azt, amit akar hallani. Mert tudja, hogyha mondja igazat, az ember traumát fog kapni. Akkor inkább éljen abban az illúzióban, hogy felszabadul. Hanem felszabadulás az úgy működik, hogy valaki tényleg minden karmától megtisztul. Inkább megyünk még fokozatokat, jó? Akkor egyik ez, amikor nem hajlandó valamit hallani, akkor kapja ezeket a szent dolgokat, imádkozunk érte, énekeljünk Hare Krishna mantrát, még lehet kérni a társaságot, gyertek, most apukám, anyukám meg fog halni, énekeljünk. Az jó. Annál még jobb, hogyha ő megérti, hogy fú, na most tényleg, vagy valaki meggyőzi őt. Figyelj, most marad még egy pár napot, egy pár hetet, hogy most vedd menedéket lelki gyakorlatra, én vezetlek. És akkor vezeti ott először embernek, tanítja, hogy nem vagy ez a test, és utána lehet látni, hogy mikor ez, mert mikor valaki utolsó pillanatokban van, az tényleg tisztul, nagyon őszintén csinál, és egy pár hét alatt tud megvalósítani nagyon gyorsan a Bhagavad Gitát. És akkor lehet látni, akkor mert kell vizsgázni, mindig vizsgálni. Mikor mondjuk tanítottunk test, nem vagy a test, akkor nézze,
akkor lehet látni, hoppá, ő átment ezen. Ha már, szóval ez lehet így látni az emberen, hogy ő meg van győződve, hogy nem ez a test. Na akkor jön a következő lépés. Ki Isten? Akkor mit csinál Isten? És akkor egész odáig, hol már lehet teljesen kefteléseket Krisnáról neki tanítani. De ez mindig kell nézni, hogy ott van már vagy nem a tudatja. És akkor jó, de ez még mindig nem biztos, hogy elmegy lelki világba, hanem a biztosabb az, amikor jön egy avató lelki tanító mester és ad avatást. Mert Krishna nagyon szigorúan fogadja azokat, akik elfogadták a rendszerét. És hogyha ezért Sivarama Maharaj nagyon sokszor volt olyan, amikor mondták, itt van valaki, mindjárt meghal, akkor elment és felavatott ott a halál ágyánál. Mert akkor van több esély. Még az sem biztos, hogy megy lelki világba, mert tudaton múlik, mi volt, körülmény, nagyon sok tényező. Szóval nincsen automatikus. Ez nem így működik. De minél többet megteszünk, hogyha hallani is tud, szent dolgokat is kap, még avatás is kap, az több esély van, hogy felszabaduljon, vagy több esély van, hogy eléggé jó szintről fog folytatni a következő életbe. Így. De nincs fekete-fehér formula. Ezt pont én erről beszéltem Arágya, nincs formula egy. Mindenkire, mint a recept, nincsen mindenkinek egyféle, egyéni. De amit tudjuk, az segítünk. Volt mikor tavaly meghalt egy híres magyar ilyen YouTube ember, nem fogok mondani nevét, mert kértek, ne mondjak meg ilyeneket, de lényeg, hogy meghalt, és akkor annyit tudtunk segíteni, vagy én ismertem egyik hölgyet, és ennek ő lányának a barátja volt. És akkor legalább annyit tudtunk segíteni, hogy mikor szólták, hogy meghalt, akkor csak elmentem krematóriumba, és akkor ott énekeltünk, adtunk tulaszit, virágfűzér, amit Arjuna Krishna Prabhunak is csináltunk, akkor így tudtunk segíteni. A Malini Matajinak az anyukát, tegnap beszéltünk, majd lehet, hogy következő alkalommal, mi felkészülünk, és majd ketten meséljünk, hogy hogyan együtt működtünk, hogy segítünk az anyukájának, aki menedéket vette Krishna tudatnál, ez nagyon szép. És úgy csináljuk, mert múltkor felvettem a hangra, de biztos valahol megvan, de jövő következő alkalommal videóra felveszünk, és akkor így elmeséljünk ezeket. Akkor tavaly, nagyon jó volt, ahol most lakok Kisteleken, a Kati, az ő nővére, ő nagyon ellenséges volt, hát elég ilyen, hogy mondjuk, nem könnyű eset volt így. Nem szabad rosszat mondani senkiről, de most már csak jót mondani lehet, mert amit ő elérte, ez csodálatos. De képzeljétek el, hogy pár hónap alatt ő, aki nem gyakorolt a Krishna tudott, nem érdekelt, annyira megváltozott, hogy az utolsó napokban már hol a japa, már aggódó, hol a japa láncom, japa. Már nem tudta nélküle létezni. És tavaly pont valahogy Srila Sivarama Maharaj volt Szegeden, és akkor én elmeséltem, hogy itt van ez a hölgy. És elment hozzá. Mert tudja, ez nagyon fontos. És a szent ember, ő tudja, hogy senki nem tud segíteni, csak bakta. És elment. Azt mondta, jó, hol van, megyünk. És elmentük oda, beszélt vele, énekelt Hare Krishna mantrát. Nem avatott fel, de ez már nagy dolog, hogy ilyen szent ember meglátogatja. És akkor hihetetlen, mert leültünk, beszéltünk előtte, figyelj, ez most itt állsz, így vagy úgy, döntsd el, azt javasolok, hogy ebbe a irányba döntsd el, szóval gyakorlunk Krisna tudatot, most örüljünk, hogy van egy pár nap, vagy pár hónap, most erre, ezért kaptál ezt az időt, hogy most készülj fel. És akkor komolyan vette. Hihetetlen megváltozott. És úgy volt, hogy utolsó este eljöttek a bakták hozzá, jártak szegediek, mert Kisteleken laknak.
vagy oda hozták a nővérét a saját lakásokba, házokba, és jöttek, bakták, énekeltek Hare Krishna mantrát este, és egyik Mataji mondja neki, Erzsike, ne aggódjál, adjad el ezt a testet, csak menjél nyugodtan, nem vagy ez a test, most már minden rendben lesz, Krishna tudott minden. És akkor megnyugodott, és akkor másnap reggel már úgy elment. Azért nem akarok mesélni, hogy nézett ki a testje, amikor találkoztunk, amikor májrákja van, nagyon sárga volt. Ja, aztán utána volt egy másik baktának az anyukája. Tavaly sokat részt vettem ebbe. Ez jó, meg fontos gyakorolni. Na, szóval ezt majd elmesünk, akkor a dolgokat, ami Málini Matajinak anyukájával történt. Aztán tudjátok, van ez a szép könyv Pávani Matajiről, meg a telefon hívásoknak a felvételek. Ez érdemes elolvasni, meghallgatni, hogy lehet felkészíteni valakit úgy, hogy ez a halál ez legyen olyan, mint egy átöltözés. Jó, válaszoltam mindenkinek? Igen, tehát akkor aktuálisan nem mentem a pokolba. Biztos. Hanem majd mondjuk a következő élete után, akkor... Következő életben kap lehetőséget folytatni. Még egy, igen. Tudod, ugyanúgy, mint mikor Ajamil, a Srimad Bhagavatamban, amikor halál pillanatban csak fiát hívta, Narayan, Narayan, akkor nem tisztult meg annyira, valamilyen szinten, de kapta lehetőséget. De utána, amikor jöttek hozzá Visnuduták, na, ez a társulás, az a Krisnának a szolgák jöttek, velük társulás hatására jobban tisztult, és ő is csak annyival megtisztult, hogy a karma ne akadályozzon gyakorolni, és utána kapta még időt tovább gyakorolni, azért nem halt meg, hanem kap időt, lehetőséget. És ezért a védikus írások mondják, hogy az ember életnek az értelme lelki fejlődés. És hogyha én halál pillanatban ezt megértettem, akkor következő életben megint ember leszek, mert megértettem, hogy mi az ember céla, vagy értelme, hogy folytassak. Nem értettem, nem kaptam szent dolgokat, akkor aranyos kis cica leszek, vagy kutyus, vagy valami kis aranyos, aki olyan okos, minden szót érti. Ja, ez az sajnos az, aki ember volt valamikor, és nem élte emberi lehetőségek. Ezért a kutyáknak is hogyan tudjuk segíteni, adunk nekik prasszádamot. Mi lehet látni, hogy ezek a kutyák gyorsabban meghalnak általában. Mert a kutya test, ez karma, és mikor eszik prasszádomat, az tisztítja a karmától, és ezért hirtelen meghal. Mert elfogyott a kutya karma. És akkor jön az emberi test, és akkor így oké. Jó? Köszönjük szépen, jó, nem éheztetjünk tovább senkit. Köszönjük szépen, Sisi Gornitán kígyáj, Sisi Radha Sema Sundar kígyáj, Srila Prabhupád kígyáj. Szolnoki transzcendentális csapat kígyáj. Hare Krishna. Góra Bhaktavrinda kígyáj.